Nem volt elérhető egy ideig kedden a nemzetpolitikai informatikai rendszer, sokan hagyták ugyanis az utolsó pillanatra a civilek működésére vagy szakmai programjának megvalósítására fordítható összevont, illetve az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás pályázatainak beadását. Az eredetileg délben lejáró határidőt így éjfélig kitolták, addig igényelhették a maximum 4 millió forintot az érintett szervezetek. Most azonban már egy új határidőre kell figyelniük a civileknek. Az egyszerűsített támogatás pályázatait december 11-ig lehet benyújtani. Ennek a forrásnak a megítélésénél nincs bíráló bizottság. Mindenki, aki pályázik, jó eséllyel számíthat arra, hogy nyerni is fog. Ugyanakkor van egy keret, amit erre meghatároztunk. Az egy másfél milliárd forint nagyjából, pályázatokként ugye 300 forint. Eddig a, a keretet, amit most megnöveltünk jelentősen, kb. fele részben merítették ki a civilek, tehát én bízom abba, hogy, hogy jól határoztuk meg a keretet, és nem, fog, nem fogják túl pályázni a, a civilek, de ha mégis ez történik, akkor ott sajnos tehetetlenek leszünk, de a keret aki bepályázik erre a lehetőségre, az meg fogja nyerni a pályázatot. Ezek beadására tehát még nagyjából egy hónapán rendelkezésre, utána független kollégiumok döntenek az elbírálásukról. Döntéshozata a jövő évelein várható, az érintettek pedig tavasz környékén juthatnak hozzá az elnyert összeghez. A Nemzeti Együttműködési Alapban egyébként soha korábban nem volt ennyi pénz míg idén 7,7 jövőre már 9,3 milliárd forint, 2022-ben pedig 10,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre a felajánlott 1 -ok növekedésének köszönhetően. Én azt mondom, hogy a civil élet az hasít, megyünk előre, Jól állunk, és, és ezt öröm, öröm látni, mert a civil élet az olyan értékeket tud teremteni, olyan közösségi életet tudunk megélni, ami ami fantasztikus. Tényleg valahol azért ez kicsit elszomorító, nem kicsit, hanem nagyon, hogy most ezt a közösséget tehát inkább kevésbé tudjuk megélni a, a világjárvány miatt, de hát hát ha ez is majd jövőre. A december 11-én délig beadható pályázatok célja a civil szervezetek közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, továbbá az érintettek társadalmi szerepvállalásának segítése.